Szép napot mindenkinek, ez a Kocka Disputa, ő pedig itt a David Attenborough, A Life on Our Planet, vagy magyarul Egy élet a bolygónkon, és én sem gondoltam volna, hogy megint egy dokufilmet fogok nektek ajánlani. A telik sok hasonló témájú sorozatot és filmet hoztam már nektek az utóbbi időben, és még mennyi van, már pár be van tervezve előre, úgyhogy tényleg nem gondoltam, hogy még egyet ide fogok tenni, de hát annyira bekerült ez a film is a közbeszédbe, körülbelül mint a Social Dilemma, és azt kell, hogy mondjam, hogy talán még jobban megérdemli ezt a hype-ot az Egy élet a bolygónkon, mint a Közösségi Dilemma. Ez a film Sir David Attenborough tanúvallomása azzal kapcsolatban, hogy mit is lát a bolygónk állapota kapcsán, és hát aki nem tudná, hogy kicsoda David Attenborough, az utóbbi idők nagyobb nívójú filmjeinek körülbelül a fele ebben a témában az az ő nevéhez kapcsolódik. 94 éves az öreg, 60 éve foglalkozik ezzel a területtel, ami így felfogni is képtelenség számomra, tehát több mint kétszer annyi ideje csinálja ezt az egészet, mint hogy én létezek egyáltalán ezen a bolygón, ez nagyon durva. Ami egyébként még beszédesebb adat, hogyha megnézitek az IMDb legjobb sorozatait összegző listáját, akkor azt fogjátok látni, hogy a top 10-ben 4 sorozat is David Attenborough nevéhez kötődik, amilyen what? Tehát, hogy nagyon durva, tényleg iszonyatosan minőségi tartalmat szokott kiadni a kezei közül, főleg az utóbbi időben. Egyébként az első 2 sorozat ezen a listán a Bolygónk a Föld 2 és a Bolygónk a Föld. Na most, ha nem láttatok még egy David Attenborough filmet vagy sorozatot sem, semmi probléma, úgyis nekiugorhattok az Egy élet a bolygónkonnak, de én mindenképpen ajánlom, hogy nézzétek meg a Bolygónk a Földet, mert az ilyen elképesztően jó, tehát annyira szépen van fényképezve az a sorozat, és olyan felvételekkel, hogy én nem hittem el, amikor néztem, tényleg szerintem nagyon megérdemeltem volna az első helyen. Még egy beszédes adat, hogy amikor elkezdték ezt vetíteni, akkor az Egyesült Királyságban egyszerre ment az X-faktorral, és hát itt ugye körülbelül a legnépszerűbb ez a formátum, amit az X-faktor, és mégis lenyomta nézettségben a Bolygónk a Föld, ráadásul a korosztályban, amit az X-faktor is megcéloz, a 19 és 49 év közöttieknél, tehát döbbenetesen jó, viszont ha rám hallgattok, és ez igaz egyébként a filmre is, amiről mindjárt beszélni fogok, hogy minél nagyobb minőségben szerezzétek be, töltsétek le, vegyétek meg, nem tudom, mert ez csak így van értelme, itt tényleg a képiségnek még sokkal-sokkal hatványozottabban nagyobb szerepe van, mint mondjuk egy átlag filmnél vagy sorozatnál, úgyhogy ne elégedjetek meg a sima SD felbontással, és menjetek rá a HD-ra, Full HD-ra, vagy még feljebb. Az Egy élet a bolygónkonban David Attenborough arról beszél, hogy mennyit változott a Föld, mióta ő elkezdte ezt az egész szakmát, tehát hogy megfigyelni az állatokat, a természetet úgy általánosságban, hol tartunk most, mi fog történni, ha nem változtatunk valamin. Igazából ez egy olyan téma, ami eléggé benne van a közbeszédben, így az utóbbi időben, de azért a vélemények még mindig megoszlanak róla. Nagyon sokszor felmerül például ugye az a kritika, hogy miért bizonyos személyek fogalmaznak meg véleményt ebben a témában. Ugye erre talán a legjobb példa a Greta Thunbergöt övező megosztott vélemény, Magyarországon is egyre inkább dívik azt mondani, hogy hát ki ez az ember és miért beszél a témáról, ki a francot érdekel, sose értettem ezeket a véleményeket, ha valaki, tök mindegy számomra mennyire unszimpatikus, felhívja a figyelmet erre a fontos témára úgy, hogy közben tud mondjuk magánál hitelesebb emberekre hivatkozni, akkor teljesen mindegy az ő személye, mindegy, hogy ki áll mögötte, meg milyen érdekek, tehát teljesen mindegy ez az egész. Azt számít, hogy valami jót tesz, szerintem Greta Thunberg is ezt tette, amikor ugye egy elég széles csoportnak a figyelmét, a fiataloknak a figyelmét, ugye a Fridays for Future mozgalommal felhívta erre az egészre, de azért jobb ez a film, mert itt nem tudják előni ezt a kifogást, hogy miért beszél erről ez a hozzá nem értő, mert ki az, aki hitelesebb lenne ebben a témában David Attenborough-nál, aki gyakorlatilag a Földünk létező összes pontját bejárta, ahol állatok élnek, vagy nem csak állatok egyébként, mert ugye növényvilágot is rengetegszer sok sorozatában feltérképezett. Szóval tényleg ő az az ember, akinek ha nem hiszünk, akkor nem tudom, valami baj van ott az illetővel. És ráadásul a film maga nagyon okosan és ügyesen csinálja azt, hogy elég személyesre vették a figurát, tehát David Attenborough most nem csak simán egy narrátor, mint általában, hanem látszik rajta, hogy mit érez, hogy gondolkodik a témáról, rengeteg archív felvételt is bevágnak róla, nem csak új felvételek vannak, mondjuk az állatokról vagy a növényzetről,
hanem mondjuk olyan képek 60 évvel ezelőttről, amikor először ismerkedik meg egy addig érintetlen afrikai törzsel, vagy szuper közelik arról, amikor gorillákkal játszadozik, szóval tényleg látod ezt az egész utazását, közben mutogatják is, hogy a számok hogy változtak, tehát mondjuk mennyivel él több ember a Földön, mennyivel bocsájtunk ki több széndioxidot, úgyhogy annyira jól lehet látni így folyamatában ezt az egészet, de végre ehhez az egészhez kapcsolódik egy személyes történet is, egy hiteles figurától. Szóval én azt gondolom, hogy ez a dokumentumfilm sokkal jobban meg tudja érinteni az embert. Ugye ez egy ilyen közhely már, amikor arról beszélgetnek bármilyen témában, hogy hogy lehet emberek figyelmét felhívni valamire, minek van hatása. Egyébként a filmek kapcsán is ugye beszéltünk már akár ezen a csatornán is erről. Nem a tömegjelenségeknek. Azt hiszem a 20. században a legkutatottabb téma ennek kapcsán a II. Világháború volt, amikor is ugye rengeteg ember meghalt, rengeteg borzasztó tragédia történt, de ugye felfigyelhetünk arra a jelenségre, hogy amíg csak számokról beszélünk, például meghalt 6 millió ember, annak így valahogy, mivel nem tudjuk felfogni, nincs akkora súlya, mint ha azt mondom, hogy tudod mit, nézd meg a Schindler listáját, és akkor hát valahogy közelebb fogsz kerülni ez az egész témához, mert a személyes történetek mindig sokkal jobban hatnak az emberre. És az egy élet a bolygónkomban, ez abszolút jól működik, teljesen elszomorodtam én is, amikor láttam David Attenborough-nak a szomorú, semmiben révedő ábrázatát, hogy azon gondolkodik, hogy milyen jövőnk van, és annyira átjön tényleg, hogy fontos neki ez a téma, és azt gondolja, hogy nem lehet tovább hallgatni erről, még akkor is, ha az ő alapvető szerepe az elmúlt 60 évben a megfigyelés volt, és igazából nem az ilyen önálló, erős véleményalkotás, úgyhogy nagyon-nagyon jól működik ez a része a filmnek. A másik, ami jól működik, és szerintem ezzel senkit nem fogok meglepni, azok a felvételek, a képiség, az operatőri munka, ami megint olyan, hogy hát megkockáztatom, hogy bárki, aki ezt a filmet megnézi, hogy kb. 2 percenként fixen fogja keresni az állát így a padlón, mert olyan képek vannak benne, olyan beállítások, olyan közelik állatokra, hogy így egészen elképesztő. Valami kritikát is mondjak a filmről, és ne csak fenntartások nélkül lelkesedjek érte itt nektek, azt el kell mondani, hogy ugyanaz a problematika itt is fennáll, mint amiről már a The Social Dilemma kapcsán is beszéltünk, azaz attól függően, hogy ki hol tart így, hát a téma ismeretében, vagy mennyire akar elfogadni bizonyos jelenségeket. Ez a film néha lehet önismétlő vagy didaktikus, főleg annak, aki már eleve úgy megy be, hogy gyakorlatilag mindenről hallott, amiről beszél David Attenborough, mert hogy azért annyira brutális, amire nem megy le. Tehát látszik, hogy ennek a filmnek az volt a célja, és egyébként nagyon helyesen, hogy nagy tömegeket szólítson meg, ne pedig még inkább tágítsa azoknak az ismereteit, akik már eleve rendelkeznek valamiféle tudásanyaggal a témát illetően. Nem, itt tényleg minél több embert el akart érni, ezért okosan maradt azon a felszínen, ami gyakorlatilag mindenkit érint, és amivel kapcsolatban azért a legtöbb embernek ilyen-olyan véleménye már van. Csak ugye ezek a vélemények általában a saját preferenciáinkból fakadnak. Például, ha valaki a magánéletében nagyon szereti a húst, egyébként amúgy én is ilyen vagyok, akkor hajlamosabb lesz arra, hogy hárítsa azt az egyébként tudományos tényt, hogy az állattartás mennyiben hozzájárul ahhoz, hogy a Föld élhetetlenebb legyen az emberek számára. Viszont, mivel itt egy abszolút kredibilis ember magyaráz arról, hogy mi is történik, meg mi fog történni majd, ráadásul tényleg nem mennek ultramélyre, ezért azt gondolom, hogy még ezek a csoportok is sokkal könnyebben be tudják majd fogadni a mondani valót, amiről a film szól. De éppen ebből kifolyólag, mikor elérkezünk ahhoz a részhez a filmben, amikor arról beszél David Attenborough, hogy azért nem kell kétségbe esni, úgy fogalmaz, hogy nem minden doom és gloom, akkor nem mond azért annyira sok dolgot, amire az egyéni embernek kéne figyelnie. Talán egy-kettő ilyen van, de ezeket is iszonyatosan finoman adja át, és én először arra gondoltam, hogy miért nem beszél például arról, hogy mondjuk a műanyag használatunkat hogy tudjuk redukálni, és csak egy-két más témát érint. Nagyon sok ötlete inkább a kormányoknak vagy a döntéshozóknak szól. Jó, persze, hát papíron ezekre mi hatunk, de hát mindegy, kinek mi erről a véleménye, hogy mennyire tudunk a döntéshozókra hatni ilyen tekintetben. Viszont aztán arra gondoltam, hogy nem lehet ajtóstúl rontani az ilyen házakba, úgymond, mert ahogy előbb említettem, egy csomó ember alapból hárítja ezt az egész témát, és valahogy úgy fogja fel az egész környezetvédelmi topikot, hogy
vagy az van, hogy pontosan úgy fogok élni, ahogy eddig éltem, vagy hogy radikálisan változtatok, és nem tudom, holnaptól vegán leszek, és egy gram műanyagot sem fogok használni 20 év alatt, és a kettő között nincs semmi átmenet. Lehet, hogy ezért választott Attenborough ezt a felállást, hogy így csak nagyon finoman jelzi, hogy milyen irányba lehet elmenni, és az emberekre bízza, hogy mit is kezdenek ezekkel a tippekkel. És őszintén szóval, ahogy így végig gondoltam, valószínűleg ez a hatékonyabb metódus, amikor itt tényleg rábízunk az emberekre, hogy mit tegyenek, és inkább ezt a pozitív megerősítést alkalmazunk, hogy amikor valaki akár csak egy kis dolgot is tesz, akkor így azt mondjuk, hogy ez király, és így tovább, és nem pedig ráolvassuk a fejére, hogy de hát még ezt is lehetne, vagy azt is lehetne csinálni, és miért nem teszed meg, mikor pusztul a bolygó. Magam részéről egyébként az utóbbi években, ahogy egyre többet hallottam erről a témáról, én is a középutas megoldást választottam, azaz nem mondtam le mindenről, amit tudom, hogy akár káros a bolygónak, de például heti egyszer már nem eszek húst, ami nem könnyű számomra, aztán ezen kívül sokkal kevesebb műanyag, szinte egyáltalán nem veszek el műanyag szatyrot, ha bevásárolok, illetve a legnehezebb, ez itt van mellettem, ez a fém szívószál a mozikban, ez megint egy nagyon pici dolog, de nekem nagyon nehéz volt róla lemondani, mert nekem a mozihoz tartozik minden ilyesmi, a popcorn, a normális szívószál, a kóla, meg az összes többi ilyen, szóval szerintem ez a legnagyobb áldozatom a bolygóért. Rip. Arra biztatnék mindenkit, hogy mindenki saját maga találja ki, hogy mi az, amit még meg tud tenni, mi az a pici lépés, amivel előre tud haladni. Nem kell azt nézni, hogy mennyire messze van a cél. Angolban mondják is ezt ugye baby steps, tehát hogy szépen lassan haladjunk a cél felé, aztán lehet, hogy 10, 20 vagy 30 év múlva én is sokkal többre leszek képes, remélem így lesz. Most ezt érzem komfortosnak. Talán ez az az út, ami járható, és amivel sokkal több embert be tudunk vonni abba a körbe, akik tesznek egy picit azért, hogy a bolygónk fenntartható legyen az emberiség számára hosszú távon is. Szóval összességében szerintem ez egy nagyon jó dokumentumfilm, nem csak azért, mert irgalmatlanul jó felvételek vannak benne, hanem mert egy nagyon fontos témáról szól, és szerintem nagyon okosan választotta azt meg, hogy milyen módon is beszéljen erről a témáról, és minél szélesebb rétegekhez érjen el, úgyhogy ha tehetitek, adjatok neki egy esélyt mindenképpen. Minden esetre ennyi lett volna mai disputa, én köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk legközelebb, sziasztok! We'll be right back.